8 óra van, ez a híradó, az M1 Jellantos Csaba vagyok. Megrázó történettel kezdjük a híradót. 8 gyerek és egy biztonsági őr halt meg szerdán egy belgrádi általános iskolában, amikor egy 7. diák lövöldözni kezdett. Többen életveszélyesen megsebesültek. A rendőrök elfogták a 13 éves fiút, aki az apja fegyverét vitte magával az iskolába. Ezen kívül egy kisebb pisztoly, 4 molotov koktél és 3 feltöltött tár volt nála. Kétségbe esett egymást vigasztaló szülők, megrémült, sokkolt diákok és megdöbbent helyiek. Így nézett ki a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskola környéke. Az egyik diák azzal a tervvel ment be az iskolába, hogy megöli a társait. A lövések hangját szinte mindenki hallotta, a gyerekek és a tanárok is megrémültek. Az osztálytermeket azonnal bezárták, a tanulók szerint a pedagógusok igyekeztek mindenkit biztonságos helyre vinni. Először azt hittem, valaki petárdázott a folyosón, és semmi komoly. Aztán megláttam, ahogy egy biztonsági őr a földre kerül. Azonnal bementem az osztályterembe, és mondtam a tanárnőnek, hogy azt hiszem, valaki lövöldözik. Ezután biztonságos helyre menekültünk, de még ott is hallottuk a lövéseket, mesélte az iskola egyik tanulója. Az első percekben még nem lehetett tudni pontosan, mi történt, a szülők között pedig kitört a pánik, sokáig nem tudták ugyanis, hogy a gyermekük az áldozatok között van-e. Csak annyit hallottam, hogy lövöldözés történt, és többen is megsérültek. Rohantam az iskolához, amikor ideértem, kiabálva próbáltam valakitől megtudni, hogy kik az érintettek. Végül felhívtam az osztályfőnököt, ő mondta, hogy az én gyermekem biztonságban van, mondta ez az anyuka. Az elkövető apja fegyverével ment be az iskolába, először a biztonsági őrt lőtte fejbe, majd a társaira is tüzet nyitott. A hatóságok szerint abba az osztályterembe ment be, amely a legközelebb volt a bejárati ajtóhoz. Ott éppen történelemóra zajlott. Azt, hogy mi volt a fiú indítéka, továbbra sem tudni. A diákok szerint korábban sohasem volt agresszív, jegyei is jók voltak, mindig kitűnő tanuló volt. Semmilyen mentális problémát nem vettek észre rajta. A szerb sajtó ugyanakkor arról is írt, a fiú társai korábban bántalmazhatták. A példátlan mészárlásban az elkövető összesen 9 embert ölt meg, 7 lányt, 1 fiút és 1 biztonsági őrt. A közösségi oldalakon azonnal elkezdtek terjedni az elkövetőről készült felvételek. Ő az a 7. fiú, aki hidegvérrel lelőtte a társait. Az iskola egyik ablakából valaki azt is felvette, hogy a mészárlás után a rendőrök leteperték és megbilincselték az udvaron. Ezek pedig már azok a pillanatok, amikor a hatóságok kihozzák őt az iskolából. Fejét és arcát fekete kabáttal takarta el, így ültették be a rendőrautóba. A hatóságok összesen 2 fegyvert és 4 molotov koktélt is találtak nála. A fiú azt tervezte ugyanis, hogy felgyújtja az iskolát. Belgrádban rendkívüli helyzetet hirdettek, minden iskolából hazaküldték a diákokat, közben elkezdődött az elkövető otthonának átvizsgálása. A házkutatáskor kiderült, a fiú előre eltervezhette a vérontást, listája volt azokról a diákokról, akiket meg akart ölni, és nála volt az iskola tervrajza is. Úgy tudni, kihallgatásán semmilyen megbánást nem mutatott. Az eset egész Szerbiát megrendítette, a szerb kormány rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amely 1 perces néma csenddel kezdődött. Az oktatási miniszter bestiális tettnek nevezte a történteket, és azt mondta, ez az ország eddigi legnagyobb tragédiája. A belgrádi rendőrkapitányság vezetője pedig bemutatta a fiú kézzel írt terveit, és elmondta, először az igazgató helyettes hívta a rendőrséget, majd maga az elkövető is telefonált. A szerb sajtó arról is beszámolt, hogy a fiú apja orvos és legálisan tartott fegyvereket otthon. Ő azt állítja, hogy ezeket egy kóddal zárt széfben tartotta. Úgy tudjuk, hogy együtt jártak lőni a fiával. A rendőrség a férfit is letartóztatta. A lövöldözés után 6 gyereket és egy tanárt szállítottak kórházba. Van, aki még mindig életveszélyes állapotban van. A kormány a tervek szerint egy zöld számot indít, amelyen bárki kérhet majd segítséget, aki nem tudja feldolgozni a történteket. A szerb kormány péntektől 3 napos gyászt hirdetett Szerbiában. A nemzetközi példák alapján Szerbiában is csökkenteni kell a büntethetőség korhatárát, ezt a szerb elnök mondta rendkívüli sajtótájékoztatóján a belgrádi iskolai lövöldözés után. A 9 halálos áldozattal járó tragédia elkövetőjéről az ügyészség azt közölte, hogy nem vonható felelősségre, mivel még nem töltötte be a 14. életévét.
Alekszandr Vucic államfő kijelentette, más országokhoz hasonlóan le kell szállítani a büntethetőség korhatárát 12 évre. Az elnök szerint azt is vizsgálni kell, hogy a kiskorú tettes hogyan járhatott rendszeresen lőtérre gyakorolni az apjával, és a fiú tudatában volt-e annak, hogy nem lehet megbüntetni. Novák Katalin köztársasági elnök részvétét fejezte ki Alekszandr Vucic szerb elnöknek és a szerb népnek az iskolai lövöldözés miatt. Az államfő közösségi oldalán azt írta, imádkozunk az áldozatokért és az elhunytakat gyászoló családokért. Megsebesített két kislányt egy késes támadó szerdán Berlinben, a támadás a német főváros déli részén egy protestáns iskola udvarán történt. A német rendőrség közlése szerint a 7 és 8 éves áldozatok egyike életveszélyes, a másik súlyos sebet kapott. A 39 éves gyanúsítottat a hatóságok a helyszínen őrizetbe vették és a kést is lefoglalták. Még vizsgálják, hogy a támadó ismerte áldozatait, illetve mi volt tettének pontos indítéka. A berlini városvezetés szerint egyedül cselekedett, nem voltak tettes társai. Újabb lövöldözés volt az Egyesült Államokban. Atlantában egy ember meghalt, négyen megsérültek, amikor egy férfi egy egészségügyi intézményben tüzet nyitott az ott várakozókra. A 24 éves támadó lopott autóval menekült el a helyszínről. A rendőrség körözést adott ki ellene. Az atlantai hatóságok végül az esti órákban bejelentették, hogy sikerült elfogniuk a férfit. Az álmokfutás indítékait egyelőre nem közölték. Törökország megbízható és kiszámítható tranzitpartner, nélküle nem lenne garantálható a biztonságos energiaellátás Magyarországon. Erről beszélt Szijjártó Péter Ankarában. Hangsúlyozta, Magyarország hálás Törökországnak az energiabiztonság garantálásában betöltött szerepéért. A külügyminiszter felidézte, amikor a török áramlatot építették, akkor a szövetségesektől szankciós fenyegetéseket kaptak. Ennek ellenére kitartottak és megépült a gázvezeték. Ha Törökország nem lenne megbízható és kiszámítható tranzitpartner, akkor Magyarországon a földgáz ellátás biztonsága nem lenne adott. Még egyszerűbben fogalmazva, törökországi tranzit nélkül nincsen biztonságos magyarországi energiaellátás. Jelenleg a török áramlat gázvezeték az egyetlen kelet-nyugat irányú, megbízhatóan működő energiaszállítási infrastruktúrát jelenti egész Európában. Erős országokra van szükség, egyedi kultúrával, egyedi néppel, erős egyénekkel, amelyekkel szembeszállnak a globalizmussal. Ezt az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb konzervatív politikusa mondta a ma kezdődő CPEC Magyarország konferencia alkalmával. Idén az Együtt erő vagyunk mottóval rendezi meg az Alapjogokért Központ a jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi eseményét, a Konzervatív Politikai Akciókonferenciát. A kétnapos CPEC Hungary főszónoka idén is Orbán Viktor miniszterelnök lesz. A CPEC Hungary idei üzenete az, hogy együtt erő vagyunk, ez egyfelől szimbolizálja azt, hogy csak együtt, nemzetközi szinten összeszerveződve, összemozogva van esélye a konzervatív jobboldali erőknek ahhoz, hogy világszerte újra tényezők legyenek, és újra szembe tudjanak menni a liberális mainstreammel. Hogy miért érkezik újra a CPEC Budapestre, annak szerintem nagyon egyszerű magyarázata van, ez pedig a magyar jobboldali közösségnek a sikere szerintem. Ha a magyar múzeumok anyagai nincsenek a világhálón, akkor nem csak a jövőt, hanem a múltunkat is elveszíthetjük. Erről beszélt a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének közgyűlésén Marosvásárhelyen. Csák János kifejtette, a magyar kultúra egységes, nem választják el országhatárok. Rámutatott az internetes jelenlét hiánya, egzisztenciális kockázata a magyar kultúrára nézve. Arra ösztönzöm önöket, hogy amennyire csak lehet, legyen minden ott a neten, minden kiállítási katalógus, minden tárgy lefényképezve, és legyen ott érthetően a magyar szellemi jelenségbe és lelki örökségbe gyökeresztető magyarázat, mert ha nincs ott, az ebben a szép új világban nem létezik.
Minden idők egyik legnagyobb magyarországi számlagyárát működtette az a bűnszervezet, amelynek tagjait egy összehangolt országos akcióban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnözők fiktív cégek és a nevükben kiállított hamis számlák felhasználásával legalább 4,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A házkutatásoknál a pénzügyi nyomozókat is meglepte az az elképesztő luxus, amelyben a bűnözők éltek az ellopott pénzből. A fővárosi főügyészség az ügyben bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt összesen 37 személlyel szemben emelt vádat, és legtöbbjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a hirodó.hu oldalon. Most jön a Nemzeti Sport Híradó. Maradjanak velünk!